Mi köze a kamionozásnak a bringázáshoz? Bringa barát munkahelyeket bemutató sorozatunk első részében egy olyan fuvarozó céget mutatunk be, ahol kifejezetten támogatják azt, hogyha bringázol. Szabó György és csapata heti rendszerességgel bringázik egyet reggelente a Butai hegyekben. Én mióta itt dolgozom, elég sokat lehetett kirándulni mellette, vagy így a munka mellett el tudtam menni különböző helyekre, főleg úgy, hogy Párizsban is van telephelyünk, meg Frankfurtba. Aztán gondoltam egyet én is, láttam a Mészáros Tominak is, hogy van biciklije, ilyen kiskerekű összecsukhatós bicikli. Én is vettem először egy olyat magamnak. De nyilván azzal nem lehetett olyan túrákat menni, mint ezzel a biciklivel. Aztán Szabó György megkeresett, hogy nincs-e kedvem biciklizni, csinálna egy csapatot, részt vennék-e benne, vagy volna kedvem részt venni benne, és akkor persze, hogy volt, hát le akarom kötni magam, meg így a 3 hétben legalább van egy olyan tevékenység, ami az embert megmozgatja, mozdítja, motivál valami, úgyhogy én igen mondtam rá, aztán meg legalább kipróbáltam magam ebbe is. Hál' Istennek nagyon sok élménnyel gazdagodtam, mióta itt van ez a bicikli, és az idő is jobban múlik. Olyan, mintha kicsit kinyílt volna a világ. Tényleg olyan dolgok nyíltak ki, vagy olyan dolgokat látok meg, amit eddig nem. Én nekem nagyon pozitív eddig a dolog, és az is ilyen a hozzáállásom. Meg hát most már látszik itt is, hogy a hegyen, ahol eddig lihegve, kapálózva mentem föl, most már majdnem hogy sprintelve fölmegyünk. Iskolás éveimben sportoltam, nekem soha nem volt magas vérnyomás, és valahogy azon gondolkodtam el, hogy akkor most miért is alakult ez így, hogy most magas lett a vérnyomás. És én elsősorban ebben a sportban láttam a lehetőséget. Nemzetközi gépjármű vezetésnek az a sajátossága, hogy sokat kell ülni az autóba, sokat kell vezetni, és nagy a mozgás hiány. Végül is, ahogy így a Szabó Gyurinak láttam a tevékenységét, sporttevékenységét, azért úgy megtetszett ez a hegyi bringázás is. Azzal végül is a bringázásnak egy ilyen teljesen új dimenziója kezdett megnyílni. Tehát egy nagyon-nagyon jó ötlet, meg jó lehetőség. Nem kötelező 24-25 órákat, mit tudom én, vagy 45 órát éppen a kocsiba most unatkozva eltölteni, hanem ezt fel lehet használni hasznosan, és rengeteg élményt lehet gyűjteni. Én magam is voltam kamionsofőr valamikor. Hiányzott nekem, hogy nem tudom a kötelező pihenőidőket hasznosan vagy élvezetesen eltölteni, és támadt az az ötlet, hogy ezt felszerelést el lehetne vinni a fülkében. És ki lehetne tölteni a pihenőidőket sokkal hasznosabban, mint ahogy ezt a sofőrök általában teszik. A magam részéről megtámogatom a felszereléssel, és a felszerelés szállítására alkalmas kellékekkel, illetve azzal a lehetőséggel, hogy amint erre idő adódik, akkor együtt tekerünk, és ez úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek. Bringás csapat úttársak vagyunk.